Indul a karrier, srácok! Pörög majd az új karrier egy személyesbe. Inter Miami-val leszek, mint az ugye eldőlt. Durva lesz. És a srácokat hozni fogjuk. Nem véletlenül vannak itt a kedvenceinkről a poszterek, hiszen az Inter Miami-ban egy fő feladat lesz a két fickót leigazolni. Úgyhogy menjünk a gép mögé, nyomjuk, kezdődjön! Itt is vagyunk. IFC 24 az Inter Miami-val. Kicsit olyan furán érzem magam rózsaszín mezbe. A fehéreket, pirosakat, zöldet, ezeket már megszoktam ugye a Fradi, a Lipcse, illetve a magyar válogatott kapcsán. Ez a rózsaszín az enyhén furcsa érzés, kinézett, ahogy én nézem valam a fészkembe, de majd megszokjuk. Viszont a csapattal a feladat, amit el kell végezni, a karrier az nagyon izgatottá tett. Gondolkodtam nagyon sokáig egyébként, hogy Liverpool-on legyen, de én úgy vagyok vele, hogy a Miami az szerintem egy picit izgalmasabb, és ugyanúgy szeretnék, ugye, hogy az elején kicsit így bepromóztuk a dolgot, szeretném is azt elérni, hogy ez egy izgalmas legyen, és magyarokat is akár hozzunk ide, hogyha megállják a helyüket a csapatban. Szerintem az amerikai ligában meg kell, hogy állják a helyüket. Nem tudom, hogy van-e amerikai ligás edző, Rest of World az van, Stankovic elmegy az Inter Miami-ba, az mondjuk azért megér egy misét, portugál, lengyel, de jó lenne benne lenne. Ne csináld Bundesligából, ez az egy van. Nincsen második ligás, egy Dárdai Pál sincs ott, azért ez számomra ez nagyon furcsa, és igen, tehát konkrétan ennyi az egész az edzői felhozatal, és a Fradi edzője meg benne van, szóval ez azért magában vicces. Na jó, mindegy. Tehát akkor csináljunk egy új menedzsert. Aha, itt lehet kiválasztani az emberek közül. Hűha. Összintén szóval egyikre se hasonlítok, de ezt a fickót megpróbáljuk átalakítani. Legyen akkor egy magyar edző, hiszen magyar játékosokat fog odahozni a csapathoz, nem meglepő módon. Én is magyar vagyok, úgyhogy akkor... Ja, hogy, aha, hogy rossz a betű, értem. Jó. Country Region, az rossz betűnél van. Így. Á, milyen gyorsan megvan így a magyar. Jó, akkor ezt letudom. És akkor utána csapatjuk is ezerrel. Na hát semmi váratlan, nem húztam. Az, hogy magamat sikerült-e megcsinálni, az egy óriási kérdés. Amit tudtam, kihoztam a helyzetből, ez a Sims-es karaktergenerálóval. Egy tréning ruhát beraktam gatyónak, hogy az öltöny mellé azért legyen valami kis magyaros beütés, úgyhogy tréning gatya az füstöl. Illetve biztos, hogyha egy csapatnál lennék menedzser, tudja, hogy szeretnék olyan zakót, ami rajta van ugye a csapatnak a címere, úgyhogy az egyértelmű. Authentic Club, így van, és azon belül is ugye átrepülünk az amerikai ligába, és szerintem nagyon sok lelkes amerikai szurkoló lehet, aki Inter Miami-sban nyomja. Hé, ez a mez, ez már nem is az új. Ez már tavalyi mez, most látom, hogy teljes... Na jó van, hát ez enyhén szomorú. Oké, Inter Miami. Inter Miami, hát akkor le kell cserélni a mezt, új mezt kell venni. Ez a stadionja az Inter Miami-nak, panelházak a háttérbe. Oké. Válaszunk valami jót, de lesz a Vált stadion, hát igen. Ugye itt a Miami-ba lévő az a Hard Rock Café aréna lenne az övéké, az nem tudom. Tehát az East Point az a legbetegebb 53 000-es aréna, de nincs akkora, vagy nincs olyan szintű szerintem. Ez a Vált stadion lenne a legközepesebb, ami úgy nagyjából elmegy, de na jó van, tegyük fel, hogy Beckham felújította. És ez a Neder stadion, ez meg megint oké lenne, csak hát az meg nagyon csövi. Én azt hiszem, Octagon Park, ez meg 4000-es stadion, az jó pici. Legyünk nagyra vágyóak. Ez egy nagy klub, legyünk nagyra vágyóak, én azt mondom. Illetve itt legalább rendesen testre lehet szabni, hogy milyen színű legyen. Ez a magenta azért ennyire nem rózsaszín ez. A bubblegum, na az már valami. Az már valami. A pink az szerintem, nem tudom, szerintem ez bubblegum, nem? Aha, hát ez bubblegum. Jó ez, duába is lehet. Na mondjuk egy fehér bubblegum, az tetszene.
Magenta, Hozdiden, nincsen bubblegum. Hát ez megőrülsz, ami nekem kell, az nincs, persze. A pirosat meg nem akarok. Óriási. Jól van. A székek színe is lehetne bubblegum, de az már szerintem enyhén túlzás lenne. A fekete szerintem az nagyon, nagyon vadorzón néz neki. Hát igen, ez azért, hogy ott minden, mint a Dortmundnak a stadionja, hogy ezek a tartó pillérek, ugye citromsárgák, és akkor az nagyon vagányul néz ki, ezt akarom így úgymond lekövetni, ez nagyon tetszik, de ezt meg lehet változtatni amúgy, hogyha nem tetszik. A fű az legyen valami amerikai hódító, újító fű, hogy mindenkit összezavarjon, ezek a karikás undormányok, ez a tartán, ez nagyon menő. Vagy ne legyen semmi, és akkor tényleg, akár amerikai foci stadionnak is bármikor be lehet rendezni. akár. Jó, mi van a hálóval? Van valami szép? Hát ez megint nagyon durva, tehát ez a pink, ez nem. Nem annyira ilyen. Őha. Eléggé elcseszett színű hálók vannak. Fekete-fehér. Csak hogy legyen valami vagányság. Hát ez nagyon csöves ez a kapu, én nem tudom. Tehát ez legyen a normális. Legyen hexagon. Oly mindegy egyébként ez már. A lényeg, hogy jól játszunk, és jól sikerüljön a karrier. Na, világklasszis, az tökéletes. 6 perces meccs. Természetesen USA dollár, mivel Amerikában vagyunk. Transfer window legyen. Igen, nemzetközit is elfogadok. Legyenek megengedőek, tehát ne rúgjanak már ki. Ne rúgjanak már ki egyből, ha béna vagyok. De igyekszek nagyon jó lenni. És az MLS, tehát az amerikai legnagyobb, legkomolyabb profi fociliga, az azért eléggé jó licenszelve van a játékban. A csapatok is licenszelve vannak. Lego, szegény. Jó, becsődöltünk vele. És akkor itt pedig a kár, hogy azért meglegyen a karrier neve, mondjuk egy Miamit. Mi? A mi, tehát Miamit beírunk, és akkor ez így tökéletes lesz nekünk. Hun! Na nézzük. Ott a zakó, az a zakó, az kéne. Az Inter Miami zakó. Hun! Azaz! Jó, oké. Tactical Vision, hát itt tudni kéne, hogy amúgy milyen játékosok vannak, és azok mit szeretnek, úgyhogy én nem tudom, hát biztos, hogy nem fogok egyből ilyen eszement buszparkolósba menni, meg counter-attackba. Ha menjünk a standarden, mert ez így nagyon nehéz, ezt bármikor meg lehet változtatni, de ez így nagyon nehéz, amúgy, hogy nem tudja az ember, hogy milyen játékosok a Messi, oké, de hogy azon kívül Busquets, de hogy mit tudnak, azt nem tudom. Jó edzőket mindenféleképpen fel kellene fogadni. Azon belül is ez mehet attackra. Ezt is érdemes jól beállítani. Ott a Suárez, de jó ég, a Messi, de durván jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Több edző, mindenféleképpen több edző kell középpályára is. Expert csávó, kifizetjük neki. Ha ő goalkeepingbe a legjobb, akkor azt pedig odapakoljuk. Nagyon jó. Ki van még? Ő védőedzőnek tökéletes lesz. Szuper. Ezek nagyon fontosak úgy szinte, hogy jó be legyen állítva. És akkor mi kell még? Egy jó középpályás. Aha. Hát ő mondjuk nem a standard taktikán van. De mindegy. Mindegy végül is. Majd azt mondjuk neki, hogy ez volt, ez kész. Jó, egyelőre ez így jónak tűnik. Tactical Visionünk marad ugye a balance még. Úgyhogy hibátlan. Úgyhogy kezdődjön akkor a karrier. Azt a minden ide izgulok, hogy vajon mit hozunk ki ebből az egészből. Fiatal akadémia, arra is ránézünk. A csapatot is megpróbáljuk majd királyokba állítani. Már megjöttem, már rugom ki az embereket természetesen. Hogy a viharban el, akinek a potenciálja gyenge, az már repül is. Ponsz, ez még jó lehet, de neki meg sokat kell majd fejlődnie. Ezt már most be is állítom, hogy nekem szétfejlődje magát. Tök jó. Nézzük meg a csapatot, hogy miből dolgozunk. Azt mondja, hogy ez az alapfelállás, ez már most tetszik egyébként. Messi, fúj, de király. Nem nagyon játszottam Messivel évek óta.
Ronaldót még a 2022-es Lipcse karrierbe leigazoltuk, igen. De azon belül Jordi Alba, fél Barcelona öreg brigád. Itt van, úristen, egy RB, egy 57-es játékos. Ajaj. Redondo, az mondjuk jó. Az majd, hát itt Beckhamnek azért alakítania kell a csapatot. Most már nem Beckhamnek, most már nekem. De ez azért itt van mit csinálni. Azt a mindenit. Fű, ki van még itt? Farias. Az is jöhet ide. Hogy támadó középpályás. Berakhatjuk így módosított felállásról, és akkor ez így jó. Busquets is, de királyot. De azért vannak ember. Hát padunk az konkrétan nincsen. Cserepadunk nem létezik. Tehát ezek a sok ötvenes, ezek katasztrofálisak. Ezek tulajdonképpen katasztrofálisak. Azt a mindenit. Lesz itt meló. A rólokat megnézem, hogy Messi, Alba, Messi, nagyon jó. Na igen, valahogy így szerettem volna. Jó van. Chandler a kapuba, az is azért majd érdekes lesz. Kíváncsi vagyok, hogy ugye magyarok, sallai, meg sallói, meg nem sallai vagyok, azt majd ha leigazoljuk, sallói, hogy majd ott lesz-e, Gazdag Dani ellen fogunk játszani. Úgyhogy nyomjuk. Mi van itt? Egy ilyen preseason kupába jó lenne valami jót összehozni. Ja, meg transferelni is kellene, és már most már akarnak vásárolni tőlem embereket. Azt a mindenit. Hát ő mehet. Figyelj, mehet. Egy kicsit alkudozzunk, a Lasca Lins vinné Ruiz-t. Menjen már 64-es. 23 milliónk van, abból azért lehet valamit csinálni. Valami több pénzt azért csak elkérnék, hát ha elfogadja. Elfogadta, nagyon, milyen öreg arcom. Ú, de szarul állítottam be, nagyon öreg az arcom rajta. 74-es Feri, hát ez nem, ez biztos, hogy nem. Kremasi, aha, és ő 68-as, de ő 18 éves, úgyhogy azért álljon már meg a menet. Azért mindent nem lehet. Ó, Messi üdvözöl! Hello! Remélem jóba leszünk, Messi. Jó, állítsuk be akkor, hogy a csapatba, mit akartam beállítani? Hogy a csapatba hogyan fejlődjenek az emberek, azt se tudom, hogy hú, de rég karriereztem. Mi van? Remélem az a játék jobban fog menni. Na, Squad HB, Jézusom. Development, ezt kerestem. Chandler nem annyira idős, úgyhogy vele akár még egy-két pontszámfejlődést is elérhetünk. Dos Santos, 23 évesen, ez nagyon gyenge. Hát itt kapustéren meg vagyunk csesződve. És ezek se olyan fiatalok, tehát 22 évesen, vagy 55-ös, az szerintem az gyenge. 34 éves Zsordában nem is annyira öreg, de esik le, nagyon-nagyon-nagyon durván esik le. Azt a mindenit. Ez a pontszám. Negri, ő már nem fog fejlődni, ezt már most látom. Ellen, ha csak nem jó formába hozzuk, ő meg nagyon sokat fog fejlődni. Defensive vibe. Kristóf, ő is egy ismertebb focista, ha jól emlékszem. Jó, belőle nem lehet többet kihozni. Na, ez viszont egy 74-es játékos, ez jó, nem fog fejlődni semmit, de jó viszont. Frey, nézzük meg. Várok valami őstehetséget. Valami őstehetséget szeretnék itt a csapatba tudni. Az a Avilés, az jónak tűnik. Alatta, ez a fickó alatt. Őt is berakjuk így. A futás azért legyen egy picit jobb. Na, ő benne bízok. 19 évesen azért ez nagyon durva, amit ő tud. Ez nagyon durva. Nagyon fiatal és nagyon ügyesnek tűnik. Hol? Még fotója sincs, majd elvisszük a fotószobába. Nyomunk róla egy-két picture-t, aztán nézzük, hogy mit tud majd. Nagyon szuper, itt vannak fiatal arcok, ez tetszik, ezt így építi betem. Szóval így építi bekem, hogy ilyen fiatalokra is alapoz, ez mondjuk amúgy tök jó, mert nem ismerem az Inter, mert azon kívül, hogy a fél volt Barcelonát elvitte oda, azon kívül én nem nagyon tudok róla semmit. Szoktam eredményeken nézni, hogy amúgy miket játszik, sőt összefoglalókat is valamikor belekuksizok, de azon belül többet nem tudok a csapatról. 20 éves és 74-es, ez megint egy nagyon pozitív dolog.
Nagyon jó. Ruiz is 19 éves. Azért vannak itt olyanok, akikre lehet majd jövőt építeni. Esetlegesen egy kölcsönadás lehet, hogy majd működhet egy-kettőnél. Messire nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire akar lefelé fejlődni, de attól félek, hogy nagyon durván. Én érzek benne egy nagyon-nagyon durva lefejlődést, amit meg fog művelni. De kölcsönadásra is tényleg sok játékost itt ki kell rakni, az biztos. 30 éves, hú, hát öcsém. Még amúgy meglepő, hogy fejlődő képes 30 évesen. Van még valami a potenciájában. 18 éves a srác. Tök jó. Taylor, most már támadó résznél vagyunk. Ő már nem fog fejlődni. Hiába 29 éves. Ez is nagyon furcsa. Ott van Robinson. Alatta már Messi jön. Na, ez is nagyon ígéretes, hogy milyen gyorsan fejlődik. De miért vajon? Pedig nem annyira fiatal. Tök jó. Messi. Nézzük meg Messit. Hát ő nagyon gyorsan 89-es lesz. Ezt csak meghosszabbítani tudjuk. A sprintjére rakok, hogy az nagyon sokat számít a sprint. Luis Suárez, ő is ugyanebben a cipőben van, hogy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan le fog fejlődni. Mire elkezdődik a bajnokság, ő le fog fejlődni sajnos. Ezeket a játékosokat majd át kell gondolni, hogy mit lehet velük csinálni. Hosszú távon, illetve itt van még egy 22 éves csatárunk, aki még fog fejlődni. Na, és akkor én azt mondom, hogy aki itt nagyon-nagyon idős, vagy nagyon fiatal, azokba el kell gondolkozni, mit lehet vele csinálni. Itt ez a 16 éves gyerek, ez konkrétan gyerek, mint a Jamal, ez nagyon durva, ez egyértelműen mehet kölcsönbe. 19 éves mehet kölcsönbe, 18 éves, hajrá fiú, nem akarom hitegetni, hogy ő majd játszani fog, mert nem tartott azon a szinten, sőt, még szerintem Ellen is, nem, ő nem. Ezt a Jensent meg én ezt nem tudom, tehát ezt transferlist, meg a Dos Santos transferlist, aztán majd csinálunk valamit helyette. Jól van, jól van. Na, mindenféleképpen játszani is fogunk legalább egy meccset. A fiatalokra egy scoutot ki akarnék küldeni. Nem is tudom. Nem, ez várjál. Így. Aha. Hűha. Na, várjál, most össze-vissza nyomkodok szerintem. Szóval a fiatalokra szeretnék kiküldeni a scoutot, de itt a riportokat találjuk csak, akiket kiszedtek nekünk már előre, hogy izgi lehet. Ott volt? Jó, staff, ez az, ez kell nekem, ez nem a legjobb edző, de keresünk fiatal amerikaiakat. Én azt mondom, tökéletes lesz az Amerika, egy 6 hónapra küldjük ki, és az alatt gyűjtsön be nekünk. Na, igazából bármi jöhet, csak ügyes legyen, na. Ügyes legyen, az a lényeg. Hajrá, hajrá, fiú! Dobd be magad! Jó. Nézzünk akkor, hogy egyértelműen kell keresnünk egy jobb RB játékost, mert hogy ő nem is RB, tehát ez így egyáltalán nem jó. Egy jobb RB-t kell keresnünk. Nézzünk meg az ingyen igazolhatóakat is, nem akarok kilépni, mert az is egy olyan rész, hogy ott azért lehet nagyon-nagyon jókat húzni. Úgyhogy fizetéskeretünk pedig van. Csak így rászűrök gyorsba. Igen, a szokásos arabokat mindig kiadja, de ennél valami jobbat szeretnék. Ez a Cordovaz nem rossz amúgy. Ez a Cordovaz nagyon-nagyon nem rossz. Csobot Kevin! Zseniális, Damien Patrick, ugye magyarok is vannak. Gallardo, mondom, olyanokat nem akarok, akiket már használtam. Kata Mihály. Ott van a Kalmár Zsolti, őt már használtuk. Langádám, Labrovics. Ezeket már mind-mind használtuk, sajnos. Aha, hú, de jó vagy. Te is. Milyen statja van a gyorsaságra, meg ilyenekre. Kár, hogy nincs fotója. Nem, mint a döntő lenne a fotó, de azért szeretnék fotós játékosokat ott látni. Szappanos. Erik Sanchez, ismerjük. Hát ez ennyi.
Ez ennyi, ez eléggé gyenge ez az ingyen igazolható lista. Akik jók, azokat meg már használtam ugye korábbi karrierekben. Nem győzött meg. Úgyhogy egyértelműen valamilyen RB játékost keresünk. Mi vagy te? Védekezés, RB, azon belül is... Hát igen, nem akarok túl öreget, túl fiatalt se. Nézzük meg így, miket listáz ki. Ugye ABC sorrendbe rakja. Már bajnokságra kéne szűrnünk. Nagy azon belül kit érdemes elhozni. Egy Connor Bradley. A Buchanan. Azt a minden, nem tudjuk az árakat, az a bajom. Lehet, hogy egy párat kiszkautolok, megkérdezek, meg akarom tudakodni, hogy mondjuk itt azért mi van az árakkal, illetve a pontos tudásával. Dalot nagyon kéne Jake Davis a konkurenciától elhozni. A Dedic. Vannak itt jók. A Dest az szerintem nagyon sokba kerül. De egyértelműen ezt az RB problémát, hogy nincsen RB a csapatba, ezt meg kell oldani. Fisher, egy jó halászgyerek. Ezeket megkérdezzük, ezek már jók szerintem. Szűrjünk rá egy olyanra, hogy akkor indítsuk el azt, amit én kigondoltam, hogy itt nem bajnokság, várjál, nem, hanem a Nationality-nél azt a bizonyos magyar keretet, nem keretet, de álljon már össze pár magyar is a csapatba. Bolla RB, megkérdezzük Bollát is, Botka az már idős szerintem az ilyen huncutságokhoz, egy Dárdai Pál megkérdezhető, legalább már ezek le vannak frissítve egyébként. Gazdag, hát ezt tudjuk, hogy az nagyon durva, az ő ott jó helyen van, szeretnék Gazdag ellen játszani, úgyhogy egyáltalán nem akarom ott őt innen elszedni. Kerkez, hát ő poszterem volt. Kéne. Liszti Kriszti, Nagy Ádám, Mocsi Attila, vannak itt jó nevek. Pászka Lóránc, Salla is, de jó lenne, csak messzivel van ugye egy poszton, úgyhogy az nem jó. Salló ellen szeretnék játszani, nem akarom elhozni. Styles-t át lehetne képezni RB-be, úgyhogy őt is megkérdezzük. Szalajati nem kell, mert csak öngólokat termel. Szobinak az árára mindenféleképpen rá szeretnék kérdezni. Soma, Szudovszki, de gyenge sajnos, de kár. Varga Barni őket azért csak nem. A kapus posztra mondjuk a Varga, amit az Újpest ellen annó csinált, az gyönyörű volt. Ajaj, Kopsüli Antal is benne van. Hát ez de komoly, hogy le van frissítve, nagyon-nagyon élem már most. Jó, figyelj, hát csomó mindent megkérdeztünk, úgyhogy pörögjön egy picit az idő, nézzük, hogy történik-e valami. Jönnek loan offerek, illetve transfer offerek is. A loan to buy opcióval akarja elvinni, felőlem elviheted, de akkor viszont nem tudom. Végül is mehet. Mert nem kell ennyi játékos, legyen a 2 év, tök mindegy, 6, tök mindegy, füstöljön, légy boldog, milyen öreg az arcom, szólácsöztem. Future Transfer Free, na ez érdekel engem a legjobban, én egy 100-ast még rádobok, mert ő egy nagyon ígéretes játékos, elfogadja, kis pénz már a jövőbe itt lehet. A kapusomat vinnék, itt is azért, én azért pénzhajhász, szemétláda vagyok, mint ahogy azt tudjuk, úgyhogy itt is a klasszik százasomat rádobom, hogy a zsebbe is menjen valami 5-10, legyen, mert felidegesítettük, itt már történnek bizniszek, ahol kell, ahol nem kell, ott pedig nem, szuper, itt pedig boldogságok vannak, nagyon jó, na nézzük akkor, valami pozitív történhetne. Most gondolom, hogy igen, hogy erről fog szólni ez az egész, de itt már van fogadva, tehát most hiába parádézol. 5-20-ad is adott volna az egyik csapat, a francba. Na mindegy, most már. Ó, de kár. Már mondjuk 10 000-ra nem tudom, mit szórakozok. Jó.
Húha, most itt több minden is jött. Igen, loan to buy opcióval tehát el is akarják vinni megint, és ezt annyira nem szeretem amúgy. Aj, ez nem tetszik. A Jensent azt viheted, ez nagyon szar. Itt ez nem annyira tetszik nekem. És akkor itt a sima loan. Megnézzük ezt, hogy elfogadják-e. Elvileg el kellene. Jaj, várjál. Nem, ez ennyi volt. Vissza, menjél vissza a transfer hubra. Zsíron akar, ja jó, ezt láttuk, jó. Bepánikoltam, nem tudom mire. Na! Menjünk most már, ez hihetetlen, mindig ez van, ez ilyen. Oké, és én meg nem akarom, nem szeretném szétvagdosni a videót egyébként. Monzába elvinni. Egy éves kölcsön, nagyon jó. Mert szerintem van, akit ez is érdekel, engem biztos érdekelne. Hogyha így nézegetném, hogy hogyan alakult ki. Úgyhogy a meccseket is le fogjuk játszani, elkeserítek mindenkit, nem fogunk szimulálni. Mert meg akarom tapasztalni ezt a Miami-t, hogy ez hogyan működik. Na, már köszönünk el a játékosoktól. Hát a viszontlátásra. Remélem, hogy szép volt a Miami-s utad. Jól van. Oké, menjen, pörögjünk egy kicsit. Igen, na, Dedic. Ott a Dedic. Hű, 73-as van trétje. Horváth Tomi. De komoly. Van trétje. Nem is rossz. Nem is rossz. Ez a free offer se rossz. Csak nem tudom Bogdánnak a nevét kiejteni. Mikhailichenko. Jó, végül is menjen. Tetszik, azt kell, hogy mondjam, és ráadásul ingyen elhozható. Ő se rossz, csak ő idős. A Dedic nagyon-nagyon jónak tűnik a Dedic. 21 évesen, hogy 73-as, hozni kéne. Még egy picit várunk, de hozni kéne. Ruiz-t eladtuk, oké. Loan offer, hagyj békén, majd később foglalkozunk vele. Allen transfer offer. Őt loanba maximum, tehát ez... Ja nem, hát akkor nem. Akkor nem is válaszolok, én ilyen szemétláda vagyok. Hogy akkor nem válaszolok. Jó, itt egy egyéves loant el lett utasítva. A másik csapatnál is megpróbáljuk a sima egyéves kölcsönadást, aztán viszontlátás, hello, szia, szevasz, nem szórakozunk. Úristen, ez a irodába ülésből már kezd elegem lenni, viszont most jött egy izgi rész, amikor le van scoutolva mindenki. Jakobsvili 19 éves 63-as el kéne hozni. Nem lesz túl jó. Bollát elengedtük, 66-os 24 évesen. Nem jó, 71, de van kivásárlási ára, ami nekem nem tetszik, Kilian Fischer, és 71-el nem jó. Kerkez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon drága, de azért az muszáj, az ilyen feladat. Bussánál lehet a jó opció, mert 72-es, ami nem rossz, van trétje, de mégsem olyan drága, mint azt én gondoltam. Dárda is se lenne rossz, és most már nem. Aha, nem, ez nem vészes. A Fizuba is keveset kér, ahhoz képest egész jónak tűnik. Olcsó. Magyar olcsóság. Jó lesz ez. A Buschanan nagyon jó opció. Szoboszlai Dominik 50 millió közelében nem vagyunk. Köszönjük szépen. Varga Ádám 64-essel. Hát figyelj, legyen cserekapusunk igazából, és akkor már legyen magyar. Meg fognak cseszni engem, bekemék, hogy ennyi magyart hozok. Dalot, nem a mi szintünk. Jó. Stílusos Kálmán megint csak jó lehet. Nem tudom, miért akarok magyar válogatottat építeni, amúgy kezdem kicsit hülyén érezni magam, hogy itt magyar válogatott építésbe kezdek, de ennél több magyart egyébként nem szeretnék hozni úgyse. Jó, Transfer Hub, nézzük, mifán terem itt a dolog, azt mondja, hogy ez a frioferes ukrán fickó, ezt kiszabadítjuk a háborús zónából, nekem ő tetszik, figyelj, milyen terülj, azt a kám, tehát azért őnek ez tetszeni fog. Szerintem rotation, megfelel, kis fickó. Important akar lenni. Jó, legyél, de akkor jó legyél. Legyen 3 év, ne szórakozzunk a szerződésekkel, légy szíves.
kivásárlás nem kell, tökéletes, mert nekem se kell, nehogy itt eltűnjél nekem. Illetve a Fizuja, fogalmam sincs, hogy mi. Úgyhogy nem tudom, hogy hanyas a játékos. Ahhoz, hogy ne sértődjön meg, még megadok egy 100 000-et. Remélem ez így oké, most nem fogok itt nekiállni, neten nézegetni, hogy amúgy neki mennyit kéne ajánlani. Elfogadja, akkor nekem is jó, úgyse emelünk neki 3 évig egy fityinget se. Nem mondd el Bogdánnak. Bogdán félig magyar nevű, úgyhogy ez már önmagába tetszik. Ez egy offer volt, mert hogy ingyen jött. 71-es, kicsit sok pénzt adtam neki 71-esért. Majd fejlődik. Jó. A Dedics, azt beszéltük, hogy akkor ő drága. Ő drága. Jakobsvilit azt hozni kéne, mert ő olcsó. Megpróbálhatjuk egyébként elhozni kölcsönre. Aha. Ez jónak tűnik. Figyelj, kiküldünk egy embert, most nem megyek én ki, nem repkedek állandóan, mert ha itt a káros anyag kibocsátásai repkedésnél nagyon hosszúdalmas, úgyhogy inkább nem csesszük ezzel az időnket. Jó, a kerkez az ugye feladat, tehát a kerkez az feladat, hogy elhozzuk, csak itt a pénzzel vannak a bajok. Mindjárt ránézünk a kasszára, van lóvé, Bekemnek van lóvé, a család az űzi a pénzeket, úgyhogy... Kerkezére 11 milliót azért tudunk fizetni. A rohadt anyádat. Mármint, hogy... Mi a baj? Ja, de annyira nem fizettem keveset. 13 helyett 11. Mit kell ezenbe sértődni? Viszont akkor, ha jön majd Kerkez valamikor, akkor a Stylesnak semmi értelme, de Stylesról azt beszéltük, átképezzük. Viszont van RB Buchanan, aki nem drága, nagyon gyors, nagyon-nagyon gyors. Intertől Buchanan, nem kell a Stylesz. Jó, itt akkor nem szórakozunk, itt biztosra megyünk, úgyhogy egy biztos 3 millió 4-gyel indítunk, hogy ne legyen hiszti-piszti. Aha, ő pénzt akar, jó, én figyelj, akkor én meg azt csinálom, hogy üzletember vagyok, úgyhogy vissza az eredetire. Tetszik neki, Buchanannal lehet dumcsizni. Jó. Megint ez a... Hát ugyanazok a körték vannak ott. Igazából ne harapjon bele, mert hungarocer az egész. A jég is csak dísz. Important, ezt én is így gondolom. Ez egy ilyen átigazolós rész. 4 éves, hát figyelj, 28 éves lesz, amikor lejár a szerződés. El akarja érni, hogy legyen... Kivásárlás. Ne legyen. Ne tűnjön el nekem random az ember. Jelenleg 37 ezeret keres, figyelj, meg tudom adni a 35 ezeret neked, meg egy kis bónuszocska. Remélem, így jó lesz ez így. Elfogadják, kevesebbet keres, de egy vagányabb csapatnál messzivel játszhat, úgyhogy azért az meg nem gyenge. Az meg nem gyenge a Luis Suárez-Messi kombó, úgyhogy légy boldog, kisfiam. Jó, aha, minden pénzét elszórom a Bekemnek. De kell csere, és Dárdai egy nagyon jó cserejátékos lehet. Annyi, hogy ezt neki is meg kell majd értenie, hogy amúgy csere lesz. Na mit szól a Dárdai Pál? Mi? Biztos, hogy nem. Fejezd be, biztos, hogy nem. Nincs az Isten, hogy én itt adjak játékos neked, ez nem normális. Azt a Dárdai Pál, ugye a Hertha menedzsere, azért ő megkéri a lóvét a fiáért. Gondolom benne van, hogy a fiú a családi vacsikra jetlaggel fog hazatérni. De megadjuk azt a pénzt, ebből azért lehet. Lehet jetlagezkedni. Francban, ha kis tudom mondani. Azt mondja, hogy kell a Varga Ádám cserekapusnak, mert ugye minden kapusunkat eladtuk. És már azok nagyon szarok voltak. Nem mintha a Varga statok alapján jobb lenne, de adjunk pénzt a Fradinak. 900 ezeret én a Fradinak nagyon szívesen adok. Találkoztunk, egy aláírást azért csak kérek, ugye, Stankovicstól. Nagyon jó. Jó, a Dedics akkor így nem kell. Elég sok offert most kiküldtünk. Most kell megbeszélni a Fizukat itt a Dárdaival. Na, olyan vagy, mint az apád? Sok pénzt kérsz? Nagyon jó a pozíciója, megdöbbentett, hogy ő nem akar kezdőcsapatos lenni. Ú, de nem hasonlít.
azt a mindenit, de nem hasonlít a srác a fotóra. Jó, pénz. 10 pályára lépés után. Figyelj, azt a pályára lépést azt hagyjuk már. A többi az elfogadható a részemről. Így viszont több pénzt kér, azt is elfogadom. Nem akarok alkudozni, legyen jó élete itt Miami-ba. 4000 dollár amúgy az... Nem hiszem, hogy egy akkora sztár fizetés. De így fiatalon neki szerintem jó lesz ez. Jó lesz ez. Jól van. Vargával kell valamit megbeszélni. Neki is, hogy Amerikába kijöhet, új életet kezdeni, meg mit tudom én mi. A Fradiból azért ez szerintem nem kis előrelépés, hogy Messinek a lövéseit védheti ki edzésen. Úgyhogy én itt hisztit nem kérek. Kivásárlás. Figyelj, ha valaki el akarja vinni egy háromért, szíve joga. Ki fogja őt elvinni egy háromért? Aha. Hát kapjon 3500-öt. De akkor nincs izé, bónuszacska. Akkor nincs bónusz. Jól van. Na, jönnek az új játékosok, Varga is a Fradiból, mennyivel nagyobb az Inter logója, Inter Miami-é. Tényleg a Buchanan Interből Interbe megy. Hát ő, hihetetlen nagy Inter parádé van. Jó. Hú, azért itt most az átigazolást azt megküldtük rendesen, most már tényleg szeretnék játszani egyet. Elfogadta a Monza, nagyon jó, vagy hát ők kínálták, úgyhogy végül is ez tök oké. Úristen, mennyi vacak van itt, most komolyan. Tréningeket is be kellene állítani, tényleg. Várjál. Igen, ja nem, először be kell állítani egy embernél, legyen performance, fókusz, nem. Legyen ez. És akkor ezt fogjuk az összes játékossal alkalmazni. Jó lesz, kemény edzéseket tartok. Na, végül is azt határoztuk meg igazából. Az átigazolási résznél mindenki akar mindent, úgyhogy ez több mint szuper. Az a kérdés, hogy jönnek-e ezek az emberek a csapatba, akiket én szerettem volna. Az nekem most a legfontosabb. No, Lono Fer. Holra? Mert hogy nem fogadták el. Szuper, mehet ahol lomba, kölcsönadások pörögnek. Hát hihetetlen, hogy egy napot nem tudok egyszerűen haladni, érted? Mi bajod van? Miért akarod megvenni? Menjen. Én most ezért léptem be, hogy ezt elfogadjam. Menjen. Hát most én miért vagyok itt egyáltalán? Nem is értem. Tudnánk egy napnál többet menni? Nem. Nem. Haladjunk már, légy szíves. Elmennek a játékosaim, hát világ legszomorúbbja vagyok. Mondjuk itt, hogy a Charlotte az ugye egy amerikai klub, tehát konkurenciához megy. Na jól van, majd meglátjuk. Morales loan, Dos Santos eladva. Jakob Svilivel mi van? Egy... Hát figyelj, el van fogadva. Nagyon jó, haladunk. Nézzük már rá a csapatra, hogy sikerült-e, amit akartam. Itt vannak az emberek. Ellen, köszönjük szépen. Buchanan, ez mekkora fejlesztés, te jó ég. Ez nagyon jó lesz. Ez már most látom, hogy nagyon jó. Itt egyből egy jó változtatás. Ott van Varga, tökéletes. Alba helyett jött cserének, ugye. Egy-két emberke, illetve itt van Dárda, ő is egy jó csere lesz szerintem. Azt sem tudom, hova fér be. Hűha, hirtelenjében nem tudom, hova fér be. Negri helyett befér. Azt a mindenit. Most azért jók vagyunk szerintem játékos mennyiségre. Illetve Buchanannal szerintem az egy nagy fejlődés ott. Azon a poszton, azon az RB poszton, vagy egy RB játékos fogja azt játszani. Úristen, de hosszú lesz ez a karrier rész. Jó. Lehet, hogy tényleg most már elszimulálok. Most már kezdem azt érezni, hogy el kéne szimulálni, mert elutasítja minden hülyeségről.
jönnek itt a baromságok. Azt mondja, hogy az Office kalendárt nézzük már meg, hogy mikor lehet itt játszani. Aha, na idáig akkor. Tudom, hogy sok mindenről lemaradok, de vállalom a felelősséget. Vállalom a felelősséget. Azaz. Ú, ott vannak átigazolások, ahogy látom. Na, nézzük át akkor ezeket a fránya e-maileket. Remélem, sok mindenről lemaradtunk. Ú, Thomas. Kivásárolták! Mert csomó játékosomra kivásárlás van. Bazzek. Nem már, Monza kivásárolta. Fájó, mindegy, lesz lóvé, de azért fájó. Trükkösek, nagyon-nagyon trükkösek. Pre-season tournament, nincs olyan, ahol a Barcelonával tudok játszani? Nincs, ilyen hülye argentin csapatok ellen kell. Guangzhou! Melyik a legjobb ezek közül? Aha, ez az európai. De hát European International, aztán egy norvég csapat van benne, a többi. Akkor ez már egy picit izgibb, mert két külföldi van. De ez fizet a legkevesebbet. Itt meg két svéd. Djurgården ellen mondjuk játszott a Fradi. Boca Juniors ellen mondjuk azért az nagy klub. A Racing is, Estudiantes is nagy klub. Itt azért ezek annyira nem. Az a Kamu Arzenál az mi? Jó ég. Legyen ez az European Shield. Itt még továbbra se értem, hogy mi az European ezen, de menjem. Boca Juniors ellen kezdünk. Szevasz, a legkomolyabb klub ellen kezdünk. Az erős azért. Hát ez meg, ezért fájó ez a... Tudom, hogy szerződéssel meg lehetett volna csinálni, hogy új szerződést kötök, de... Most már nem akartam ezzel cseszekedni őszintén szólva. Jó. Campana transfer offer. Nem. Kell a Campana, ne vidd el, légy szíves. Ne vásároljátok ki. Na, végre játszunk valamit. Jól van. Na, akkor mehet a mérkőzés. Cavani, Edison Cavani, azt a mindenit. Jól van. Na, ez már valami. Kikoffoljunk egyet, többit nem is nézzük meg. A csapat szerintem ez itt teljesen jó. Lessük meg, magyar most nincs. Avilés ott van, hiába ment el Monzába, azért még kötelezi a szerződés, úgyhogy pörögjön az a mérkőzés, játszunk egy jót. Aztán a többit folytatjuk majd a következő részben, de egy jó játék azért belefér. Kíváncsi vagyok, messzivel mit aratunk. Illetve a magyar srácokat, az újakat is beszeretném majd hozni a második félidőre. Na nézzük akkor. Jaj, messzivel végre. Miért nem látom a izét? Látni fogom? Várjál. Most olyanon gondolkodok, hogy minden jó be van állítva. Ha elveszem a labdát, hogyha sikerülne végre elvenni ezt a fránya labdát, nem bírják felhozni, bezárkózik. Miért hátul passzolgat? Haladjunk. Látni akarom, hogy kivel vagyok. Aha, jó. Akkor jó be van állítva. Jó van. Na, Suárez. Messi! Azaz. Varázsol. Már most varázsol. Passzokat egyenlőre. Suárez külsővel! Jó. Alakulunk. Milyen izé, Király Gabis gatyába van. Lehet, alá is írta Gabi ezt a nadrágot, amiben véd a Boca Juniors kapusa. Az Edison Cavani-tól félek egy kicsit, mert nagyon jól lő. Ám bár a tempója megkopott, úgyhogy talán utol lehet majd érni a fiatalokkal, főleg azzal a Buchanannal a szélén. A Miami Gaming Cards-on. A bal felsőbe. Azt tett tovább. Ó, nem baj, messzi. Elpattam tőle. Ott pont tovább akartam tenni a Suáreznek, amikor lekapcsolták ezt a támadást. Avilés, ő már itt sincs, már ő Monzában akar lenni, én tudom. De még muszáj itt jól szerepelnie. Aha, Valentin. Nem a Rossi. Mert az meg Valentino. De lehet, hogy egy leszármazott. Taylor. Aha, nem lehetett utolérni. Egyenlőre ilyen délutáni uncsi meccs. Jelenleg, ami itt történik, az a Suárez külsős lövés, az mondjuk szép volt. Azon kívül más nem igazán akar történni, csak rossz becsúszások. Közel vannak most. Jó, Chandler. Hát úgy néz ki, akkor marad Chandler a kapuban.
Remélem jól teljesít majd, és akkor most egy kis nóérezés volt. Messinek oda csúsznak a rohadt anyádat, azért tudjad már, hogy hol vagy, normális vagy. Világsztárnak oda csúszol, idióta. Oké, szóval Messi. Jézusom, de gyors még mindig. Mi van? Mi van? Jézusom! Nem nullszögből, de azért onnan kellett. Kellett tekerni. Azt a mindenit! De nagy! De nagy! Jó, jó! Jó! Lionel! Na, ezt már szeretem. Látod? Ezt már szeretem. Ezt már szeretem. Edison. Na ennyi, találd fel a villanykörtét. Ne itt szórakozdasd a focistáimat. Meg remélem nem sérül majd le senki ezen a barátságos kupán. Na az az, amitől kikészülnék, hogyha itt... A Messinek hogy oda csúsztak? Szóval ilyeneket azért... De rosszul rúgtam ki. Azt ki kell fabrikázni. Vissza Cavanihoz. Ne. Chandler. Jó. Jó, azért Chandler se sérítsd le. Azért mindennek van határa. Taylor. Nagyon jó. Még elfel is borogatja az ellenfelet. Hibátlan. Aztán utána nem tudjuk jól megoldani. Langoni. Az, Krisztóf. Páros lábbal. Favágó. Favágó Krisztófunk. Az ukrán ligában ilyenek vannak. Bár aztán kíváncsi vagyok, hogy ez milyen csapatból került ide. Lehet válogatottból, ugye, mert hogy free licenszel 10 év volt. Free agent, bocsánat. Messi. Húztam volna a kövicselt. Semmi értelme nem volt. Pedig szép lett volna. Szépségben halt el. Mondhatni ilyen frappáns kerek mondat. A Ramirez, nem a Cristian Ramirez, van egy Valag Ramirez a világon. A Frad is. Az jó. Meglepett egyébként, hogy a Cristian Ramirez, hogy ő nagyon jó formában volt, elvitte. A külföldi hangulat. Azt visszatért a Fradiba, ugye. És még nem is olyan idős, néztem múltkor, hogy azt hittem idősebből levezetni jött, de nem amúgy. Csak mondjuk jobban kellene játszani egy picit. Megint ezek a cselek, hogy 5 csillagos a Messi skill movie-ja, és akkor így gondolkodok fejbe, hogy amúgy milyen cseleket kéne meghúzni, csak aztán baromság, mert csak egyszerűen normálisan kéne játszani, és nem túl gondolni a szituációt, meg szerintem ez is bennem lesz egy jó darabig még, hogy a Messit keresem mindig, pedig ez hiba. Ez hiba, mert ebből sose jön ki semmi jó. Látod, megint alulra játszok. Bár a Buchanan is érdekel. Aha, nagyon gyors, az nagyon tetszik. Jó, befejeztük ezt a Messi keresgélést. Majd ahogy kijön a szitu. Egy gólt már így is lőttem vele, most több nem kell. Úgy visszük is át a másik oldalra, ezzel meglepetést okozva. Hogy nem Messihez passzolunk. Taylor! Na, látod, ezért keresem Messit. Taylor, hogy elesett. Langoni, de gyors amúgy. De gyors ez a srác. Tedd ki. Bakker! Chandler, szögletre kitolhattad volna. Edison Cavani, jókor jó helyen. Jókor jó helyen. Ez fájt. Itt ezt elrontottam, oké, de ott a Chandler kitolhatta volna szögletre, szerintem. Na mindegy. Aj, Buchanan, de elpattant tőled ez a szaros labda. Miért pattant ez így? Aj. És akkor most megint kereshetjük a labdát. Én még amúgy soha nem nyertem nyári kupát. Az ilyen pénzdíjas nyári kupákat. Egyszer se. Se, amikor egyedül játszottam videón kívül. Mindig az a baj, hogy ismerkedtem a csapatokkal, a kerettel, fejleszgettem, cserélgettem, és soha nem sikerült megnyernem. Úgyhogy ha itt most megnyerném, az ilyen személyes történelemírás lenne. Az nagyon tetszene. Ezt megint nem passzoltam amúgy. Annyira furi ugye, hogy most nem a LEGO FC-ben nem duplán játszunk Petivel. Hozzá kell szokni, bár amúgy nagyon vártam, hogy egyedül is nyomjam őszintén, szóval én nagyon szerettem így egyedül is az IFC-t. Ez a duplás játék, ez nem működött, ez látszik, hogy nem működött. Ezeket mind megszerezhetném, ezeket a labdákat a kicsit
koncentrálnék. Azaz! 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 Ez jó volt, ez jó volt, ez tetszett, ez tetszett. Ez nagyon szép volt. Inter Miami szurkolók is eljöttek az európai kupa sorozatra. Na, jól van. És akkor most már le is fújhatnánk ezt a fél időt. Kösz. Na, csak vezetünk. Jól van. Ja, hogy ilyen gyorsan tovább nyomtam. Akartam cserélni, de most már mindegy. Majd cserélünk akkor kicsit később. Merentiel. Fabra. Medina. Azaz, Taylor, nagyon jó. Luis Suárezből semmit nem láttunk még. Most megy neki az indítás. A lövés kapufa! Wow! Tud tüzelni. Kapásból. Kanyarodik lefelé. A TikTok tábla megzavarta a labda kanyarodását. Azt a mindenit mekkora turrantás volt ez ilyen távolról. Nagyon tetszett, hiába nem lett gól. Hát ha gól, akkor az puskás díj, tehát az instant puskás díj. Jansson. Á, érd utol, Buchanan, nagyon gyors vagy, de nem eléggé. Hova tűnt Buchanan tempója, hogy nem éri utol az embereket? 91-es futás. Vág ki, azaz, mint ahogy a Barszába, úgy. Igen, Fabra. Figál. Á, rossz, nem arra gondoltam, amire ő. Nem tudok keresztezni. Jó? Jó, Krisztóf agresszív. Krisztóf egy vadállat. Cavani most pedig így. És szabadrugással jöhet. Nyomda borotva habot, szóljon neki. Oda kéne menni még egy ember a sorfalba. Azaz. Pont jókor ugrottam bele a sorfalba. Jackson! Nagyon jó. Megy a szöglet. Mostan kéne cserélni majd egy-kettőt, hogy a többieknek is normális játékidő jusson. Ilyenekre is akarok figyelni, emberségből jelest akarok kapni. Engedd már el! Ez mi volt? Az összebugolós mindenedet. A szép. Edd már előre! Hát hogy húzzam még az analógot? Izamból húztam előre, azt nem képes kapufami. Majom. Nem vagy te messzi? Kb. Ilyen szögből lőhettem azt a gólt. Ez a Krisztóf, ez nagyon tetszik annak ellenére, hogy milyen agresszív, de lehet pont ez kell ugye az amerikai fociban, hogy kicsit más legyen. Amúgy egész technikás, amit ilyen összefoglalókat láttam, nem feltétlen csak a agresszivitásra szól. Azért meg tud indulni az ellenfél, kell a Chandler, meg hogy kiszorított szitukból tudjanak csak lőni. Azért ez kell. Az a fejes az a miénk, ez a Krisztóf az félelmetes, nem bírom odaadni Suáreznek, szegény olyan, mint a Szalai Ádám most. Annó, hogy csak ott van elől, aztán majd lesz valami. Nem tudunk neki jó labdákat adni egyszerűen. Farias, már látom, hogy mindjárt elvesztem vele. Aj, hárman körbevesznek, érted? Max kibikázni tudtam volna. Buchanan nem valami, nem oké vele a lábával, belassult. Nem jó a üteme se az oda csúszásnak, az pedig csoda, hogy nem lett gól. Cseréljünk, mert most nem oké valami a csapattal. Vagy velem. Nézzük meg ezt a Frejét. A Campanát is megengedném itt, hogy bemutassa magát. A Chandler túl jól véd. Az a baj, nem akarom elbukni a meccset. A Chandler nagyon jó. A Redondo helyett a Dárdai, és akkor a Dárdai is egy lam pozícióba fog játszani. És a másik ukránt már a Buchanan helyett is megnézném. Illetve a Gresszel pedig jöhetne a Taylor helyett. Mi nem tetszik? És arra raknálak ellenbe. Az már tetszene. Csak így meg idióta lesz a felállás, de nekem az a lényeg, hogy ne hisztizzen senki. Na, ez bika csere volt. Nagyon sokat cseréltünk. De hát ez egy barátságos kupa, úgyhogy jó az így. Na, hát kíváncsi vagyok, hogy ezt most Ádámunk védte volna, de majd ő is fog kapni lehetőséget, az biztos. Messinek már megint oda csúsznak, szakadjon szét a lábad, sárga lapot neki, azért Messi oda csúszását az
Jó. Egy jó beadás. Az még jó is lehet. Nem. Jónak tűnt. Jobbnak tűnt, mint amilyen lett. Messi! 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 Jó van, jó van. Zavar, hogy amúgy a mezen nem olyan, mint a játékban, hogy ez a tavalyi mez. A rohadt életbe. Ez a lefordulás. Csak egy sansz kell. Csak egy kis sansz kell a Messinek, és villog a gól. Nem vagyok Messi rajongó, se Ronaldo, de nagyon tisztelem mindkettőjüket. És elképesztő. Elképesztő, amit művelnek. Még akár azt is megereszteném, hogy Ronaldót is hozzuk, aztán együtt játszanak. Mert miért ne? Mert miért ne? Én nem vagyok ilyen utálkozós. Az biztos. Soha nem is voltam ilyen. Campana! Gyere! Ha az 0,2 km per órával becsorgott volna, az nagyon tetszett volna, az gyönyörű lett volna, így nem lett belőle semmi. Messi. A gondolat jó volt, a kivitelezés már nem. Ez a fejemben ez gól lett. Nem így lett a végére. Az biztos, hogy a magabiztos győzelem egy Boca Juniors ellen azért az ad némi motivációt, hogy jó lesz ez a csapat. Dárdai! De rossz! Új, de gusztustánul rossz lövés lett az. Azt hittem jobb lesz. Valentini, Jenson. Jaj, ezeket a Jensonokat nem lehet itt utolérni, hát ez hihetetlen. Buchanannak se sikerült. Ramirez, de bepasszolják Cavaninak, nagyon keresik. Jenson megint, ügyes játékos, azaz. Nagyon jó. És akkor itt Campana. Hát, ez már így nem annyira jó. Ezt nem tudtuk kilogikázni. Amúgy beszorítanak. Látszik, hogy valami pressinget akarnak nyomni, csak nem sikerül nekik. De nagyon fent van a védelmük. Tehát a plafonon van a védelmük. Gondolom nem akarnak kikapni. De kár, hogy kijött a Chandler. Gyerek, Ramasi. De kár, hogy kijött a Chandler. Láttam, hogy ki fog jönni. Nem én hívtam. Csak ilyenkor nem tudom visszaküldeni, ugye. Ott, hogy nem bír picit felpattanni előbb. 3-2 magabiztos győzelem az már kezd elszállni. Az épp, hogy meg lesz jelen állás szerint. 80. perc, most már ezt ki kéne bírni valahogy. Hát láttad, a lábát pont lőttem volna. Mármint a passz. Ilyen magas passz. Nem sikerül az se elcsípni. Itt se jön össze Fabra, Valentini, Rossi, Ramirez, passzolgassatok hátul, jól van, pörögjön az idő, hajrá, hajrá, fiúk, kell a 3 pont. Merentiel, Advíncula, Medina, Merentiel, Jordi Alba, na kinek adjuk? Azaz, menjünk biztosra, bár a Rangers pont így kapott gólt, de azért menjünk biztosra. A 2 piros lap miatt megnéztem a skót bajnokságban egy ilyen Rangers-ös összefoglalót. Ez pont így kaptak gólt. Ez vicces volt, ott az egyik csapat, már nem is tudom, hogy volt. Azt mondja, hogy a kapus bénázott. Medina. Igen. Azaz, ezek az ukránok azért, álljon meg a menet, nagyon jók. És egy ingyenes szerzemény volt. Gresszel. Az is jó még Gresszel, ne add föl, papa. Nagyon jó. Dárdai, a lövése Dárdainak. Gól! Dárdai. Kiszabadul a démon belőlem. Hát Dárdai gólt lő. És országvilág előtt lejáratja magát a nevetséges gól örömével. Foghatod a fejed, Boca Juniors kapus. Megérkezett Dárdai Palkó. Azt a mindenit. Ezt Messi se csinálhatta jobban. Vagy csinálná. Lehet, hogy sugott Messi. Csavar, Dárdai! Oké, főnök, bum, gól, szevasz, hello, szia, szevasz, 4-2 van, mi van? De jó, de élvezem. Imádom már most ezt a karriert, remélem, hogy nektek is tetszeni fog az itt. Campana! Campana!
Mindent nem lehet. Mindent nem lehet, de azért ez a ripacskodás, ez most nagyon-nagyon élem. Szóval ezt most nagyon élem azért. Ez, hogy végre lövöm a gólokat a LEGO FC után, ez ne tud meg mekkora öröm. 4-2-re nyertünk egy barátságos meccsen, úgyhogy a cserék jók voltak. Nagyon jók voltak. Kiegyenlített volt a mérkőzés lövések szempontjából. Messivel interjú a háttérbe, az pedig ne is mondjuk, hogy a labdabirtoklásunk egy teljes katasztrófa volt. Viszont a Boca Juniors valami pressinget nyomott, ezért volt ilyen jó a labdabirtoklásuk, mert nagyon magasan volt a védősoruk. Jól van, a mez. A tavalyi mez adja az energiát. De rossz Messi értékelése, ahhoz képest, hogy 2 gólt lőtt. De rossz az egész csapatom értékelése. Azt a mindenit. A ellenfél játékosét akartam megnézni. Mit tudnak? 77-es a Cavani, szegény óreg. Uh-huh. Hát ez egy 70-es csapat. Ugye szeretek nyomozni mindig. Ez egy egészséges 70-es csapat. Semmi 80-asság nincsen benne. Sergio Romero volt argentin válogatott kapu, szóhoz se jutott. Jó van. Figyelj, nyertünk, jobb volt a csapatunk. Már overába is, meg hogy amúgy is. Tetszik. De jól néz ki a design. Látod, ez az amerikai ligás design. És mi van a nyári kupával? Egyszerre megy a nyári kupa a izével, a bajnoksággal. Na ne csesz fel. Na ne csesz fel. Vagy nincs nyári kupa, mi? Nincsen nyári kupa. Akkor mi az Istennek voltam ilyen lelkes? Hol a nyári kupám? Egy meccset toltam le a nyári kupából, és ennyi volt? Beleéltem magam, hogy megnyerjük. Menjünk tovább. Hazai stadion. Megnézzük, milyen játék közben. Kezdődik a bajnokság. Sokat gyakorolhattunk. Tétre megy már utána a dolog. Nagyon élvezem. Sziasztok!